Hát hány kutya van, akit el lehet vinni sétálni rendszeresen, akinek esetleg örökbefogadó gazdája lehet? 80 kutyánk sétál körülbelül a 120-ból, ugye a kölyköket még nem tudjuk sétáltatni, mert még nincsenek hozzászokva a pórászhoz. Akiket így névlegesen szeretnék örökbe adni, azok inkább idősebb kutyák, akik már évek óta itt vannak, és folyamatosan tudnak hozzá kijárni, és akkor gondoskodni róluk. Rajtuk kívül, akit el is lehet vinni, hány kutya van, aki fiatalabb korosztályban, vagy örökbeadható korosztályban? Örökbeadható kutya ilyen 120, akik már oltva, csippelve, lányokivart tanítva vannak. És körülbelül milyen létszámot tudnak gazdához juttatni hetente vagy havonta? Hát hetente azért egy ilyen 5-10 kutyánk gazdira lel, nagyon kis százalékba kerülnek vissza kutyák. Hála Istennek most már úgy elég jól nagyok a tapasztalataink, és akkor tudjuk szűrni, hogy kinél lesz jó helyen a kutya és kinél nem. Mi az, amennyi bekerül, akit hoznak? Hát most hullámunk volt. Tegnapi nap folyamán 7 kutyán került be. Hát jó lenne, hogyha arányaiba egyenlő arányban lenne a kettő, és ugyanennyi kutyát örökbe is tudnánk adni. Talán most a fiatal közül az a szívül ebben is segített. Köszönöm szépen. Én köszönöm.